közösségfejlesztés, hatáshelyzetűek felvonatkoztatása. Zajlik a megbeszélés, két debreceni székhelyű egyesület képviselője érkezett ugyanis önkormányzatunkhoz a közelmúltban. Jó hét hoztak, hiszen mindkét szervezet jelentős pályázati támogatásban részesült, melyet a Sáréti térség így tetéklen közösség fejlesztésére fordítanak majd. A kiírásban szereplő cél közösségi programok szervezése, a helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva, új kisközösségek létrehozása, vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, szervezet programjaik tárházának bővítése. Tudtuk meg Borbéné Fülöp Hajnalka polgármestertől. Az elmúlt hónap során, vagy az elmúlt egy hónapban váratlan, ugyanakkor nagyon jó hír érkezett a településünkre. Két civil szervezettel dolgozunk nagyon jó munkakapcsolatban a település és a településen élők érdekében, és gyakorlatilag olyan pályázati felhívás jelent meg, amelyben az önkormányzat nem tudott indulni. És ekkor ugye egyeztetéseket követően benyújtásra került két nagy EFOP-os pályázat, amely tényleg olyan pluszokat hozhat a településen élők számára, ami hosszú távra, jelen pillanatban például a projektek 3 éves futamidejűek, tehát 3 évre, és azt gondolom, hogy ezt követően is azért jelentős mértékben meghatározza az itt élők életkörülményeit, és jelentős mértékben meg fogja határozni a közösség fejlődését. Mind a két pályázat keretében 25-25 millió forint támogatást kaptunk, vagy kapunk, de természetesen az eredeti célkitűzés is az volt, hogy ne csak a tetéklenek, ne csak a helyi emberek tudjanak ebből profitálni, és az a cél, hogy azért itt a térségben élők számára, akik úgy gondolják, hogy szívesen részt vennének, vagy csatlakoznának ezekhez a programokhoz, ezekhez a lehetőségekhez, természetesen mindenkit várunk majd szeretettel is, meghirdetjük. Éppen most is egy projektegyeztetés folyt, vagy folyik még jelenleg is. Az elkövetkezendő időszak feladatait beszéljük át, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeket ki tudunk terjeszteni, mert tudjuk mi saját magunkról is, hogy mit jelentenek az ilyen plusz lehetőségek, és mit tudnak adni az itt élő emberek számára, illetve hogy milyen a fogadtatása. Bízunk benne, hogy 3 év múlva is mindenki azt fogja mondani, hogy ez megérte, és nagyon sokat, sok plusz tudott adni a településnek. A településen úgy általában az elfogadott rendezvényterv vagy program alapján 50 közösségi rendezvényünk van, ez gyakorlatilag mind az 50-ben ott vannak és részt vesznek, és ezen felül még plusz rendezvények kerülnek úgymond bevezetésre, és ezek a plusz rendezvények is egy olyan volumenű plusz rendezvények lesznek, ami éppen beszéltük, tehát az tuti, hogy nem csak település szintű lesz, hanem térségi szintű rendezvények. Kulturális programok, aztán kompetenciafejlesztés, képzések, tanfolyamok, állás interjúra való felkészítése az álláskeresők részéről. Tehát tényleg olyan, mint civil szervezetek létrejöttének támogatását segítő kezdeményezések, programelemek, minden irányban, tehát hátrányos helyzetű gyerekeknek táboroztatása, nyári program, kínálat és lehetőségek, kézműves táborok, aztán tapasztalatszerzésből, vagy tapasztalatszerzés céljából gyakorlatilag egy egész szép kis csoportnak nyílik lehetősége, úgymond jó gyakorlat átadása céljából elutazni más településekre, vagy éppen amikor most a szünet előtt tárgyaltunk, akkor gyakorlatilag oktatási intézmények számára pályázatot fogunk írni tanulmányi kirándulás támogatására. Tehát azt gondolom, hogy tényleg a legfiatalabbaktól a legidősebb korosztályig olyan új dolgokat is tartalmazó hasznos támogatási források jutnak a településre, ami mindenkinek érzékelhető és érezhető változás lesz, vagy fog hozni. Meglátjuk. Szakemberek itt vannak mellettünk, ami nagy segítséget jelent.
mi pedig igyekszünk minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy ez tényleg egy sikeres projekt legyen. Ha elérkezünk csak például oda, hogy több civil szervezet lesz a településünkön, akik egy közvetett csatornát jelentenek az önkormányzat és a lakosság között, egy folyamatos csatornát, akkor egy összekötő kapocsot, akkor azt gondolom, hogy már azzal is plusz hozadékunk van. A pályázók között van a Debreceni Csat Egyesület, mely 1998-ban alakult. 15 éve foglalkozik közösség és munkaerőpiaci fejlesztéssel, valamint ifjúságpolitikai projektek megvalósításával. Az Egyesület 25 millió forintot nyert a térség közösségi fejlesztésére, melybe településünk is beletartozik. Örömmel jöttünk Tétlenre, mert egy olyan pályázatunk nyert, ami közösségfejlesztéssel ifjúságpolitikával foglalkozó pályázat, és 36 hónapunk lesz arra, hogy Tetétlen, Berettyóújfalu és az Észak-Alföldi régió bizonyos településein egy elég komplex programot megvalósítsunk. És ez a 36 hónap alatt 25 millió forint áll rendelkezésre, hogy 153 rendezvényt lebonyolítsunk. Ezek különböző méretűek, tehát 10 főstől 100 fős rendezvényekig, és ezáltal egy közösségfejlesztési folyamatban tudjunk segíteni mind Tetétlennek, mind a többi településnek. Két évvel ezelőtt ismerkedtünk meg a polgármester asszonnyal, egy közvetlen brüsszeli forrásra pályáztunk együtt, foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó pályázat, és a két éves együttműködés során olyan pályázatokat figyeltünk, ami Tetétlen lakosainak, és illetve a környező települések lakosainak az élet minőségéhez, a település fejlesztéséhez hozzájárulnak. Két fő célcsoportja van, a 14-35 év közötti korosztály, és a 60 év fölötti idősebb korosztály, és az ő életmódjukhoz, életvitelükhöz kapcsolódóan, mind a fiataloknak ifjúságpolitikához, szabadidő hasznos eltöltéséhez, kulturális rendezvényekhez, az időseknek pedig szintén az életkorhoz adódó rendezvényeknek és érdeklődésüknek megfelelően szeretnénk új programokat hozni. Ugye a húsvéti rendezvénnyel szeretnénk kezdeni a munkát, és utána az egész nyári fesztivál és a táboroztatással, tehát őszig már látjuk a cselekvés ütemtervet. Eddig debreceni székhelyjel dolgoztunk, de több telephelyünk is van, és egy másfajta munkamódszert és másfajta munkát igényel az, hogy egy kisebb településen dolgoznak a szakemberek, és a legfontosabb az, hogy nem debreceni szakemberek, hanem a településen élőknek a szakmai munkáját szeretnénk segíteni, és a településhez igazodni, és nem egy külső rákényszerített programot szeretnénk megvalósítani. Új közösségeket szeretne létrehozni településünkön az idén 10 éves jubileumát ünneplő Frekvencia Egyesület, aki ugyancsak 25 millió forintot nyert, a másik szervezethez képest azzal a különbséggel, hogy a pályázat megvalósítási helyszíne kizárólag Tetétlen. A szervezet folyamatos egyeztetéseket folytat az önkormányzattal, hogy felmérje a helyi igényeket. A pályázat szakmai tartalmát előzetesen Tetétlen községgel egyeztettük, így nagyobb volumenben valósulhatnak meg azok a szakmai programok, amelyek már korábban is megszokottak ezen a településen. Ezen kívül új tevékenységeket is fogunk tudni megvalósítani. Ugye a pályázatnak a fő tevékenységi körei a önkéntesség, a generációk közötti együttműködés, a civil szervezeteknek a létrehozása és azok fejlesztése. Úgyhogy arra azt tervezzük, hogy új közösségeknek a létrehozását is fogjuk támogatni, amelyek vagy eljutnak a formalitás szakaszában, vagy megmaradnak közösségnek, de úgy hallottuk, hogy erre nagy igény van itt a településen, úgyhogy ezeket szeretnénk segíteni főképp, és az önkéntesség eszméjét is szeretnénk elterjeszteni. Nekünk ez mindenképpen egy új szakmai kihívás. Még itt projektet nem valósítottunk meg. Szerettünk volna korábban egy tanodaprogramot idehozni a településre, még sajnos egyelőre nem nyert támogatást, de később hát, ha sikerül még megvalósítani.
így a fiataloknak, a hátrányos, főleg a hátrányos helyzetű fiataloknak a sorsa, hát mindenképpen szívünkön viseljük, így a fiatalok ennek a projektnek is a célcsoportja, és mi hiszünk abban, hogy a generációk közötti kapcsolat elősegítésével ez még tartalmasabbá tehető ez a szakmai munka.